sorra veszik át az elismerő okleveleket azok a polgárőrök, közterületfelügyelők és rendőrök, akik a nyári időszakban kiemelkedően végezték munkájukat. Az elismerésben részesülők 18 egymást követő pénteken vigyáztak a közbiztonságra a megyeszékhelyen. Alapvetően polgárőrök, de közterületfelügyelők és rendőrök is kapnak, összesen 33 főt részesítünk elismerő oklevélben és egy kis jelképes értékű ajándékban. Gyakorlatilag azért, mert az elmúlt májustól szeptemberig terjedő 18 hétvégi alkalommal, pénteki napokról van szó, olyan kimagaslóan végezték a munkájukat a közös szolgálat terén, hogy úgy gondoljuk, hogy igencsak megérdemlik ezt az elismerést. A díjátadón kiemelték, a lakosság biztonságérzete mellett fontos, hogy a városban a nyári hónapok alatt a turistákkal szemben sem történt komolyabb bűncselekmény. Ilyenkor több százezer vendég van Nyíregyházán már évek óta, még nagyobb feladat, még nagyobb munka hárul ránk. Nagyon örülök, hogy kimagasló jó az együttműködés az önkormányzati rendszer, közterületfelügyelet, rendőrség és a polgárőrség között, és hát a turistpoliszsal a diákok is bekapcsolódtak. Ez mit kellett ahhoz, hogy ilyen nyugodtan, békésen teljenek a turisztikai főszezon hetei, hiszen büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt 6 évben semmilyen komoly incidens nem történt. A nyári hónapokban a bűnmegelőzési együttműködést a következő években is közösen folytatja majd a három szervezet.